Néhány héttel ezelőtt Keller Elekkel és Molnár Zolival beszélgettünk a nagyatádi Ironman hosszú távú triatlon magyar bajnokság rajtja előtt néhány nappal. Az akkori esélyeket latolgattuk, és azóta már túl vagyunk a versenyen, és nagyon szép ladányi siker született, hiszen Szentpéteri Dia, mai vendégem, az abszolút női kategóriában harmadik helyen végzett, és a saját korosztályban pedig első lett. Dia, gratulálok neked. Azt hiszem, hogy te még nem voltál ilyen előkelő helyen. Most voltál negyedjére nagyatádon, de még ilyen előkelő helyen nem. Köszönöm szépen. Igen, eddig még nem sikerült a dobogóra felérni, de ebben az évben igen. Nem volt egyszerű verseny, ez sem, ez a verseny egyébként sem egyszerű, de úgy tudom, hogy az időeredményeddel a korábbi legjobb időd, tán 37-38 percen megjavítottad, azért az nagyon-nagyon komoly. Igen, igen, a tavalyi defektes történet, ez most idén nem sült el újra, úgyhogy sikerült ezt az időt hozni, vagy talán egy picit jobbat, mint amit tavaly is vártam volna ettől a dologtól. Az abszolútban eddig úgy tudom, hogy a negyedik, ötödik hely környékén végeztél, a korosztályban már tavaly is voltál dobogón, meg tavaly előtt is, tehát a 25-29 éves korosztályban, mert ugye tudni kell, hogy a korosztályokat ugye külön-külön is értékelik. Van egy abszolút, ahol a legfiatalabbtól a legidősebbeket egy kalap alá veszik, és azon belül vannak korosztály sorrendek. Te ugye az egészben harmadik lettél, a korosztályodban első, és így ezzel a harmadik helyen azért ott álltál a legvégén a dobogón. Végre, igen. Igen, ebben az évben végre sikerült. Hát igen, a tavalyihoz képest, a tavalyi eredményem is valami, hát reménykedtem, hogy hasonlót meg tudnék csinálni, mint ebben az évben. A dobogó harmadik fokát legalább elcsípni, de a sors közbeszólt. Illetve talán, hogyha egy kicsit az előző évben is jobban odafigyelek bizonyos dolgokra, depóidőkre, akkor talán még az is benne lehetett volna, hogy akkor is valami kicsit jobb helyezést csípek meg, ám de idén végre összejött. Az időeredményed az 10 óra 36 perc 48 másodperc volt. Azért ez mondom 37,5 perccel jobb volt, mint az eddigi legjobbad. Úgy, hogy a úszásból úgy jöttél ki, hogy azért nem sikerült az eddigi legjobbat megúszni. Tehát egy kb. Egy fél perccel gyengébbet úsztál. Ezt érezted a vízben? Éreztem, hogy nem. Méghozzá abból, hogy ugye kétkörös ez a dolog, és nem akartam fejjel menni a falnak, szépen, komótosan, úgy, ahogy egy versenyen el lehet kezdeni komótosan, elkezdtem úszni, és jól is ment, rá is néztem az órámra, ahogy fordultam a következő körre, hogy ez nem lesz így rossz, és ugyebár elég messze vannak a bóják, amiket érintenünk kell, hiába volt rajtam most idén kontaktlencse, azért csak messze van ez a bója, és nem rakták most fel ezt a nagy kerek bóját, amit egyébként szoktak, valamiért kisebb bóják voltak, és azért sok nagy segítség, hogyha emberek között úszik az ember, mert akkor ugye látjuk, hogy ki merre megy, és nem csak magunk bóklázunk a vízben. És ezért próbáltam én is elkapni egy-egy erősebb csapatot, akikkel tudok menni, és úgy gondoltam, hogy jó helyen vagyok, ám de amikor megfordultunk, és elkezdtünk lassan visszafordulni a cél felé a második körről, akkor belassultak a körülöttem lévő emberek nagy bosszúságomra, és ezt későn vettem észre, és az előző csapat úszó tömeg, ők meg előrébb kerültek 2-3 percre, ami viszont már onnan behozhatatlan volt, azon a 800 méteren körülbelül, úgyhogy én mint a rakéta rástartoltam, és körülbelül 10 pasit húztam magammal be az úszás végéig, mert egyszerűen ők nem álltak a dolognak az élére, úgyhogy igazából ott ment el egy kicsit az úszóidőm. De nem vagyok vele elégedetlen, mert legalább nem voltam annyira kifárasztva a kerékpáron. Most ez az 1-2 perc, hát utólag kiderült, hogy nagyon fontos 1-2 perc lehetett volna, de mégiscsak jobb volt az, mint tavaly, hogy ugye egy kiavatlan állapotból indultam neki az úszásnak tavaly, és a kerékpáron viszont ez visszaütött abszolút az erős úszótempó, hogy annyira felment a pulzusom, hogy szinte fájt a mellkasom. Na, ezt most idén nem szerettem volna újra eljátszani, és ezért is egy kicsit vissza is vettem, de nem vagyok vele abszolút elégedetlen, mert... Hát az nem is olyan sok, az a fél perc különbség, az nem, tehát az a 3800 métert kell úszni, ugye ezen a versenyen is, 1 óra 8 perc, 21 másodperc alatt jöttél ki a vízből, ezután jött a kerékpár, illetve jött a depó, ugye mert a depó eredményt is beleveszik a versenybe, és aztán jött a kerékpár. A kerékpár ugye 180 km, ezt már többször elmondtuk, olyan, mintha Budapesttől elindulnál ide Püspök ladányba, kerékpáron, és hát ez is nagyon jól sikerült, mert ugyan 12 perccel mentél
lesek, puskázok, mert azért kiírtam az eredményeket. Tehát 12 percen mentél jobbat, mint eddig bármikor. 5 óra 34 perc alatt teljesítettél a 180 kilométert. Ez milyen volt? Tudtam, hogy jobbnak kell, hogy legyen. Ha nem lett volna jobb, akkor felmondok. Ugyanis hát egyrészt az maga az edzés, másrészt meg teljesen más volt az egész kerékpárom. Kaptam egy új vázat, kaptam rá minden újat gyakorlatilag, és ami a legfontosabb, volt benne két magas felnés karbon versenykerék, amit nem lehet összehasonlítani egy edzőkerékkel se, mert az ember azon edz, ugye, hogy ugye erősebb legyen, és hogyha berakja a szuperkereket, ami sokkal gyorsabb, sokkal áramvonalasabb, akkor azt a 2-3 km per órát haladó sebességre nyugodtan rá lehet tenni az átlagsebességére a másik keréknek, és ez abszolút érezhető is volt a versenyen. Úgyhogy ez végül is ez hozta nekem ezt a plusz időt egyrészt, meg ugye az, hogy eltelt még egy év, és még egy kis rutin, még egy kis edzés volt benne. Meg nem jött a defekt. Meg nem jött a defekt, természetesen. Mint egy évvel korábban. Igen, igen. Ekkor már elkezdtem menni fölfele a rangsorban. A sorrendben nem tudom, te érzékelted-e, hogy már a kerékpáron már hoztál be embereket? Abszolút ez volt a cél. Tudom, hogy nem én vagyok a legjobb úszó a mezőnyben. 10. jöttem ki, a kerékpárról pedig 5. szálltam le. Úgyhogy úgymond a papírformát kellett, hogy hozzam, mert én nem tudok olyan jót úszni, mint aki már kisgyerekkorában a vízbe lubickolt, úszott, versenyzett. Nem rossz a dolog, de lehetne jobb is, úgyhogy nekem a többi versenyszámon kell produkálnom magam, és feltornáznom magam. Jött a kerékpár után, beérkeztél, depó és irány a maratonfutás, 42 kilométer, ami megint nem kevés. Tulajdonképpen az elég mondtam, hogy Budapestről elindultál kerékpárra ide Püspökladányba, akkor innen menjünk tovább Ladányból, majdnem Debrecenig kellett futnod. Tehát azért ez megint emberpróbáló. És itt azért megint sikerült nem keveset javítani az eddigi legjobb eredményeden, és az egész női mezőny figyelembe véve te értél a legjobb időt. Tehát olyan látványosan futottál, hogy hihetetlen. Dia 42 km 3 óra 41 perc alatt futottad le. Igen, az egyetlen tiszta maraton regisztrált időm, úgy értem, hogy maratonverseny, tehát nem terepfutás, az egy 3 óra 17 perces idő volt. De azelőtt nem volt kerékpár meg úszás. Természetesen, ez 4 évvel ezelőtt volt. És hát nyilván ez nem akkora hatalmas különbség, hogyha összehasonlítjuk ezt a kettőt. A szerencse a dologban az volt, hogy nem volt 35 fok, csak mondjuk 30, számít, elég sokat számít, és hát tudtam, hogy nem szabad megállni, semmi, menni kell, nem szabad sétálni semmit, mert különben azokat az embereket, akik beelőztek engem már az úszáskor, akkor őket nem tudom felhozni. És ugye ilyenkor már mindenkinek teljesen fáradtak a lábai, el van készülve az erejével, mentálisan is, és hogyha egy kicsit oda teszi magát az ember, akkor igenis ezeket fel tudja szépen falni, úgymond, és akik előttem végeztek, ők 4 órás maratont futottak, én viszont 20 perccel jobbat futottam. Tehát itt dől el lényegében az egész. Az, hogy az embernek olyankor milyen a mozgása, mennyire van összeszedve a teste, Meg persze az, hogy mit mondanak az emberek körülötte. Például egy számomra ismeretlen ember mindig mondta, hogy hány percre van tőlem a x-edik, második, harmadik ember, és ez is annyira segített, hogy nagyon. Meg az, hogy a Péter Ati, aki kommentálta az egészet, ő minden egyes körben mondta, hogy hány perccel futok gyorsabban, mennyire vannak a többi emberek is. Ők már láttak valamit, hogy te jössz fölfele, és az elég mondtál egy érdekes szót, hogy felfalod az előtted levőket, hát sikerült is végül is, mert negyedik helyen futottál sokáig, és aztán a harmadik helyzet egyszer csak kizuhant, föladta a versenyt. Nem tudom, mi történt vele, 20 kilométernél masszírozgatta a vádliát, annyit láttam, és akkor azt gondoltam magamba, hogy igen, most kell menni, mert Nem az, hogy rossz a másik embernek, hanem hogy most jött el az a pillanat, amikor nekem fordítanom kell a dolgon, mert ez bárkivel megtörténhet. Dia, 32 másodperccel maradtál el a második helyétől, és ugye itt kanyarodjunk vissza, hogy mondtad, hogy az úszásnál, hogy azért az a 1-2 perc és milyen sokat jelent. Hát egy több mint 10 órás verseny után 32 másodperccel szorultál el a harmadik helyre a dobogón. Mennyire bosszantott ez téged? Nem sok híje volt. Hát az elején nem. Ahogy telnek a napok, egyre jobban. De hát másnak is nyernie kell, nem? Nem tudom. Tehát akkor már egyszerűen attól féltem, hogy be fog görcsölni mind a két combom, mert már kb. 10 km óta fájt. Fáradt.
Fáradt, hát ennyi. És lehet, hogy lehetett volna egy kicsit gyorsabban, lehet, hogy lehetett volna ezt a bizonyos pontot még ott elérni, hogy élethalál határán gyakorlatilag az elborulástól és a győzelemtől egyszerre válasszon el, de játszottam már ezt a versenyen, és az elborulás mellett sikerült dönteni, úgyhogy az is úgy emlékként úgy bennem volt akkor, és úgy döntöttem, hogy biztonságosan emelt fővel, és ami így kifér, nem az, hogy kockáztatom ezt az egészet, hogy esetleg tényleg beborulok az emberek közé. Nem voltam utólag így belegondolva olyan állapotba, de úgy éreztem, hogy akkor ez a helyes, hogy ami kifér, de úgy józan ésszel csinálni. Uh-huh. És nem volt ugyan messze, de egyáltalán nem láttam, hogy hol van. Tehát, hogy valahogy úgy olyan érzés ez, ilyen sok ember között 5 kilométeres pályán keringeni, mint ha teljesen vakon lennék. Nem tudom, ki kivel van. Hiába. Egy érdekes dologra lettem figyelmes. Megnéztem, ugye a versenyszámok között vannak a depók, amikor ugye kijössz a vízből, átöltözöl, kerékpáros cucc, és azt az időt is hozzáadják a versenyhez. És az első helyezett 6,5 percig volt a két depóban, ugye az úszás és a kerékpár között, illetve a kerékpár és a futás között 6,5 percig, a második helyezett 8 percig, te pedig 12 percet depóztál. Hát tulajdonképpen az a verseny itt a depóba dőlt el, hogyha így nézzük. Túl sokat depózol. Mondták már. Az edzőm azért most csak nevetne szerintem. Hát volt egy kis egészségügyi probléma, futás előtt muszáj voltam még egy kicsit maradni. És hát lehet, hogy nevetségesnek tűnik, hogy csak fel kell venni a cipőt és menni, de nem úgy van ez, mert az ember kijön a vízből, szédeleg, azt tudja, merre van a kerékpárja, azt megtalálja éppen, de olyankor úgy nem úgy telik az idő, olyankor megállítják, stopp, és akkor úgy egyszer csak valamikor 5 km kerékpár körül felébredsz, hogy akkor most már ez történik. Valahogy ez akkor máshogy néz ki a futásnál, meg hát véleményem szerint nagyon fontos, hogy legyen eligazítva az ember lábán a cipő és az okni, úgyhogy hát lehet, hogy ezt hanyagabbul is lehetne csinálni, lehet, hogy egy kicsit túl sokat is szöszölök rajta, de azért igencsak kellemetlen, amikor 20 km-nél már azt érzi az ember, hogy úgy ledobná a cipőt meg az oknit, és akkor leülne és toporzékolna a pályaszélén, mert annyi vízhólyag van a lábán. Szerencsére nem történt ez meg, de tehát maratonnál azért ez elég gyakran megtörténik. De itt nem volt idő igazgatni utána már. Dia, egész évben ez a verseny, hol van neked a te saját versenyrendszeredben ez a hosszú távú triatlon magyar bajnokság rangsorban? Hol helyezkedik el, hiszen nagyon sok versenyen vagy? Erre volt kiélezve ez az év. Onnastól kezdve, hogy befutottam tavaly a kapun. Egyszerűen az a defekt az annyira betett nekem, hogy ez csak azért is, ez szemellenzős ló. Felvettem, és akkor onnastól kezdve másnaptól fogva körülbelül így erre volt kiélezve ez az év. Mindegyik verseny, ami ezelőtt volt. És az egész időbeosztásom, úgyhogy elég értetein. Mennyire vagy elégedett? Először nézzük a helyezést, aztán másodszorban az időeredményedet. Először a helyezést. Nagyon bosszantó, így utólag belegondolva, borzasztóan bosszantó. Az, hogy 6 percre, körülbelül 6 percre maradok le a dobogótól. Most mi? Ez egy 10 órán semmi. Ez egy nevetséges időkülönbség. Mondjuk ha azt nézzük, hogy a férfiaknál is mekkora meccsezés volt, hogy szintén egy ilyen 30-40 másodperc volt az első kettő között, ez egyszerűen mentálisan olyan szinten frusztráló verseny közben, hogy borzalmas stressz. Tehát, hogy nem elég, hogy 10,5 óráig nyomod, ami a csövön kifér, egy-két másodperc fog dönteni, és az, hogy a végén rá kell nyomnod egy halál hajrát, az egyszerűen akkora terhet rak az ember, úgyhogy én ezt megpróbáltam így kisöpreni a fejemből, és nem figyelni rá, és csak így menni. Mert pszichésen ez elég stresszes. De alapvetően azt mondhatom, hogy elégedett vagyok vele, mert ezért mentem, hogy valamelyik dobogó fokot elcsípjem. Az, hogy most ennyi különbség volt köztünk, ez megint csak az életfintora. Lehet, hogy fel akar piszkálni, hogy nem ennyi van benned, nyerd meg. Majd jövőre. Igen. És az időeredményeddel? Tehát az, hogy a eddigi legjobb időeredményedhez képest 37,5 perccel jobbat mentél, azért a szenzációs. Igen. Az nem egy-két másodperc. Nem, de hát tavaly is valami legalább 10 óra 45 perc körül terveztem, hogyha minden rendben lett volna, de így meg, hogy most voltak ezek a jó kerekek, meg új volt a bicikli, meg plusz egy év eltelt, így valami ilyesmit számoltam. A legjobb, amit satszoltam, az talán 10-30, de aztán így matekoztam a verseny közben, hogy ahhoz hány percet kell ebből, abból, amabból, és gondoltam, hogy egy kicsit túl fogok csúszni a 10-30-on, valami ilyesmit számítottam én is. Tehát akkor azzal elégedett voltál. De hát még egyszer nagyon-nagyon gratulálok, mert tényleg szenzációs eredményt értél el, de ahogy most a beszélgetésünk során kiderült, azért van még benned motiváció, plusz motiváció, tehát gondolom azért jövőre megpróbálod ötödjére
hogy még jobb eredményt érje le. Még nem szeretném veled befejezni a beszélgetést, beszélj már néhány szót a többiekről is, hiszen négy ladányi egyén induló volt. Molnár Zoli először volt, Keller Elek ugye ötödjére volt, és volt egy szintén egy debütáns, egy Fias Judit nevű hölgy, aki mégis ő is először volt, és megcsinálták, mindenki célba ért. Mennyire tudtad őket nyomon követni? Elekkel viszonylag közel mozogtunk a pályán. Valamikor úszásban olyan 4 perc különbsége szállhatott ki talán tőlem, és akkor úgy kerékpáron, amikor már elmentünk a kiskörökre, és láttuk a többi embert, akkor már láttam, hogy nincs tőlem olyan messze. És körülbelül ezt a távolságot tartottuk is utána folyamatosan a verseny során. Futás közben mindig láttam, mindig bíztattuk egymást, nagyon kedves volt, és befutásnál is, amíg én ott csúttam, nem sokkal végül is 10 perccel utánam jött be, és akkor gratuláltunk egymásnak. A Zolinak a befutását azt csak hallottam, mert akkor én már evés, fürdés, ilyesmi állapotban voltam, és akkor csak másnap gratuláltunk. Őt a pályán talán egyszer-kétszer láttam villanásnyira, de tehát így mentem. Anyukám mondta, hogy nagyon ijeszt, amikor a biciklin vagyok, mert így semmi. És a Juditot, őt meg személy szerint nem ismerem, anyu ismeri az anyukáját, és akkor úgy hallottuk a nevet, és láttuk az anyukát menni a célhoz, de őt csak én ennyire láttam. Tehát mi úgy korban úgy távolabb is vagyunk, meg ő Budapesten is lakik, úgy tudom, de tök jó örülök neki, hogy elsőre ilyen nagyon jó időt ment. Hát végülis Zoli elmondta itt a beszélgetésünknél, hogy az ő számára az elsődleges az, hogy célba érkezzen, hogy meg tudja csinálni, hiszen ez, gondolom Juditnak is ez volt a célja. Hát Elek időeredményét kiírtam itt 10 óra 49 perc 45 másodperc, tehát tényleg mögötted jött nem olyan sokkal, tehát 7 perc különbséggel ért célba mögötted. 36, többek kicsit. Ja, igen, 13, rosszul számoltam, 13 perccel ért későbbbe. Ő egy picit elmaradt a eddigi legjobbjától, de így is 23. helyen végzett a saját korosztályban, és az abszolútban 90. volt. Ez nagyon jó eredmény, hiszen itt azért több százon. Igen, ahogy telnek az évek, meg lehet figyelni, hogy egy, mondjuk legyen egy 11 óra körüli idő, az mondjuk 3 évvel ezelőtt még elég volt ahhoz, hogy bőven 100. emberen belül menjen az ember. Most akár már tolódunk a 200 felé, tehát egyre többen versenyeznek? Igen. Meg gondolom jönnek azok vissza, akik esetleg pár éve nem voltak, most így, nem tudom pontosan, hogy kik vannak abban az első 200-ban, de most konkrétan 150 volt, aki teljesen új, első bálozó volt, és ez csak növekszik, és ez tök jó. Egyre népszerűbb ez a verseny. Az időeredményeket akartam még elmondani, hogy Elek ugye 10 óra 49 perc 45 másodperc alatt jött be, Molnár Zoli 13 óra 3 perc 28, és a Fias Judit pedig 14 óra 13 perc 50. Azért Zoli meg Judit azért már sötétben érkeztek be, reggel ugye 8 óra környékén van a rajt? Fél 8-kor elindulni, és azért este sötétben 8 óra, 9 óra magasságában beérni, azért az nagyon kemény. Az, igen, az az. De valahogy nem úgy telik ez az idő. Teljesen más. Persze a maratoni pályán ez már elég lassan repül, de végül is igen, ez elég durva, hogy belegondolni néhány műzli szeletene végig tolni 10 órákat, de a szervezet valahogy annyira okos, bölcs, hogy kibírja. És akkor utána 1-2 hétig szépen lassan regenerálódik. Te, hogy sikerült a regenerálódás? Még érzem. 2 hete volt a verseny, ugye? Másfél hete. Szombaton volt 1 hete, tehát egy olyan 9 napnál járunk. Szerintem ezt úgy még 1 hét, és akkor már teljesen rendben leszek. Alvás, pihenés, kicsi edzés. Gondolsz már a következő versenyre? Nem erre, hanem az idei következő versenyre. Pesten most csinálnak egy új versenyt, a Budapestment, olimpiai távot, és kíváncsi vagyok rá, úgyhogy beneveztem. Majd augusztus végén lesz. Nagyon sok pihenő akkor nincsen. A következő év pedig gondolom megint kihegyezve erre az Ironmanről. Meglátjuk. Sok minden történik még addig, de lehetséges egyébként, igen. Köszönöm szépen, hogy befáradtál. Még egyszer gratulálunk, mert tényleg szenzációs versenyt tudtál magad mögött. És ha magadhoz képest nem is vagy teljesen elégedett, azért gondolom nagyon sok mindenki elégedett a teljesítményed, és büszkék rád. Valóban. Köszönöm szépen.